alapvető szavak azok olyan fontosak, hogy legyek itt a művész mellettem. Természetesen, kedves barátaim, a képzőművészetben a teljesítmény a döntő, a mű, amit a falakon látok, hogy mit alkottál. Ám mégis, ha kortárs művészről van szó, folyamatosan vizsgáljuk magát, az alkotót is, az alkotó személyiségét. És ugyan olyan eredménye is van vizsgálódásainknak, hogy néha megállapítjuk az adott művészeti teljesítmény és maga a művész személyisége nincs egymással harmóniában, más a mű és más a művészeti teljesítmény. Mégis leginkább azt tapasztaljuk, hogy alkotó és képe, alkotó és munkája, az alkotó megjelenése és művészete valamiféle harmóniában van egymással. Akinél racionális építettségű, geometrikus formálású művet látunk, az jellemzően ő maga is inkább egy kimért alkat. Aki expresszív műveket készít, az jellemzően maga is egy erős, kifejező személyiség. És valahogy ez Kos Péter barátomnál is így van, az én benyomásom szerint. Először ne is a művészetével kezdjük tehát, hanem a megjelenésével. Itt áll egy különleges megjelenésű, nagyszakálló, nagybajoszú ember, aki mégsem Mikulás külsejű, hanem igazi művész karakter. Ha őt magát meglátjuk, már érzékeljük, hogy egy különleges személyiséggel van dolgunk. Aki ugyan majdnem olyan idős, mint én, de mégis igen fiatal, fiatalos, akinek bár szőrzete ősz, habitusa igen fiatal, na, fiatalos, eleven vitális. Kos Péter művészete tehát olyan, mint megjelenése. Feltűnő, kicsit magamutogató, extravagáns, de nem avantgárd, ő maga sem okos megjelenésű, hanem sugárzik róla valami Ferenc Józsefi, vagy még régebbi tradíció tisztelete. A hagyomány és a maiság egyaránt benne van alkatában és művészetében, miként ilyen fogalmakat tudunk alkalmazni személyiségére és művészetére is. Most már ez a két dolog közeledik, elevenség, vitalitás, villódzás, és egy más területről humor, a grotesznek a kedvelése, és akkor bizony már eltávolodtunk a személyes megjelenéstől, és már belezuhantunk a művészetébe. Péter művészetében is van valami varázslatos, mint ahogy személyiségében és megjelenésében is van valami varázslóféle. Mitől is? Nézzük tehát ezt a mai megjelenést nevében is. Ugye ez a bizonyos Pieronimus Kos, most nem Kost mondunk, tehát szereti a gegeket, szereti az ötleteket, és hát a középkort mondtál a nyilatkozatban, az kicsit korai, mert azért Bosch az már erősen reneszánsz, és a 15. század halmaga idézte a művész urat, és ugye azért érdekes ez, mert ez a fantasztikus Bosch, akinek megjelenek előttünk a munkái, és aki Dürer kortársa volt egyébként, és például Bruegelnek mintáját arra, hogy hogyan kell képet fogalmazni, hihetetlen asszociációgazdag, fantáziával teli művész, olyannyira, hogy ugye a 15-16. századi, de a 20. században föltaláltatott egy olyan új stílus, amelynek a legerősebb gyökere 400 évvel korábbi volt, vagy 300, ez ugye a szürrealizmus. Mindez azért fontos, mert ez a választás, hogy ő egy szóhangzással tulajdonképpen visszacsatol erre a rémisztően látomásos művészre, ez nem véletlen, és mindebben benne van Péternek a sajátos exhibicionizmusa is. Magamutatást jelent, és milyen érdekes az etimológia, a kiállítás maga ugye angolul exhibition, tehát az is a megmutatkozás, a bemutatás. A magamutatásnak és a bemutatkozáson tehát vannak közös forrásai, vannak közös elemei, és ilyen értelemben művész és teljesítménye nagyon is egytől fakad. Az ő életéről itt már hallottunk egy-két fontos adatot, én inkább egy-két nevet mondanék mindemellé, amelyekről beszélgettünk is Péterrel, hogy ez a zseniális képzőszti gimnázium, amely hát most talán már nem fog összeomlani, mert mégis tatarozzák, borzasztó állapotban volt az utóbbi 10-15 évben, és hát a 19. század végétől legendás iskola, ahol ő is kezdte a tanulmányait díszítő festő szakon, és itt egy tanárt
hadd említsek Szalai Zoltán festős grafikust, aki nevezetes, kitűnő tanár. Ő volt az ő egyik tanára ezen a szakon, és olyan évfolyam társakkal, mint Szakács Imre vagy Szixtián Vanda, azért ott a szakmai alapjait 18 éves korig, tehát nagyon meg lehetett szerezni. Az ő pályája nem teljesen egyenes, hiszen önök nagyon... Ez nem az én külön, de majd segítenek rajta, hogy utána hosszú évek teltek el, míg bekerült ugye a képzés az iparözti főiskolára, viszont az a központi díszletfestő műterem, ahol dolgozott hosszú évekig, az egy óriási rutint és egy óriási gyakorlottságot tett számára lehetővé, ami valamilyen módon ez a szimpadiasság át is tevődik az egész művészetére, ott ő évekig dolgozott, és utána jött ugye a Tiparszi Főiskola, ahonnan ugye szintén csak egy nevet mondhatnánk többet is, de Kass János nevét azért is kell kiemelni, mert az a finom rajzi kultúra viszont, és a részkarcú, a sokszorosító technikákhoz való elmélyült viszonyulás pedig mindenképpen a zseniális Kassféle iskolának az eredménye. Ebből is következik, hogy a későbbi pályáján, tehát ő mind alkalmazott grafikusként, mind kitűnő rajzolóként, mind karikaturistaként is mondom én, hogy karikaturizmushoz közel álló rajzi felfogással kitűnik, és amellett, hogy tényleg rengeteg rendezőgrafikai munkát készített, ez a fajta ironikus stílusa ebben a mai kiállítási anyagban is rendszeresen és erőteljesen érezhető. Mindemellett most az alkalmazott grafikából például hadd emeljem ki a rendkívüli betűkultúrát, amely nem csak ezen a régebbi munkán, pont éppen a Jézus ábrázoláson látható, de ha megfigyelik, akkor a részkarcainak a betű, a szöveg megjelenítésének a kivételes igényessége nem csak a valódi fontossága, minden szövegnek a jelentése is lényeges, de a formálsága is nagyon fontos. Ez a sokszínű munkásság, tehát ma többféle lappal tevődik össze, és ami itt mögöttünk látható, részben egyedi munkák, ezek a munkák mind egyedi munkák, vegyes technika és túlsrajzok, egy stíluskereső, így nevezem Kos Pétert mutat, viszont rendkívüli aktualitása van ezeknek a lapoknak, külön megható, hogy két Szent Ferenchez címzett munkát választott itt, pont a párba választás után ennek aktualitása van, külön felhívom a figyelmet a nagyon igényes finom színkultúrára, amely azon a két Ferenczi munkán látható, de hát végül is most nagybőjt van, vasárnap éppen virágvasárnap lesz Jézus bevonulására, emlékezhetünk vissza Jeruzsálembe, ugye ez a bizonyos Pálnak vasárnapja, és így a mögöttünk megjelenő Pieta és Ecce Homo is tulajdonképpen erre az emberiség legnagyobb tragédiájára utal. És akkor átmegyünk azon abban a részkarci világba, ami megmutatja azt a Kos Pétert, ami elvezet az irónia, sőt a groteszk felé, mert a kettő nem ugyanaz, a groteszk már hajlik a morbid felé, amiben a sötét humort is érzékeljük, és a finom részkarc kultúrával együtt a foltkezelés, a festői hatások nagyon érzékletesen jelennek meg. Nagyon közel áll hozzám, sok Szigetszent Miklós is van itt körülöttünk, a három miklósi lap, amely tulajdonképpen három lapban, azt hiszem, hogy Szigetszent Miklós legkarakteresebb, legjellemzőbb attribútumai személyekben és különböző táji elemeiben is megjeleníti. Talán a legnagyobb és legérzékletesebb számomra is a Transzilvánia sorozat, a Küküllő kalendárium, ami tulajdonképpen Kányádi Sándor fantasztikus versenyhez készült a 80-as évek végén. Ugye ez a kötet nem jelent meg, én hozzáteszem, hogy még, bár 88-ban készítette Péter, külön figyeljék meg egyenként a lapokban megjelenő erdélyi jellegzetességeket, amiben ő a Kányádi verseinek a játékosságát, a ritmusát, hogy egy részkarcnak is igenis van ritmusa, nem csak kompozíciója, nagyon rátalált a Kányádi világra, azon túl, hogy olyan
olyan elemet láthatunk ezeken a lapokon, pici Ceausescu föliratokkal, utalás a falurombolásra. Ha ilyen módon nézzük egy-egy lapot, látjuk, hogy egy-egy lapon belül is nem pusztán a Kányádi-féle játékos erdélyi kükülömenti világ megörökítéséről van szó, hanem egy teljes Transzilvániának, tulajdonképpen az akkori, a 80-as évek második felének a drámaisága is. Nagy vállalkozás ez, és most egy szót mondjak a színes részkarcról, műfajról, vagy technikáról, ami rendkívül nehéz, tehát ez egyáltalán nem azt jelenti, van olyan is, hogy a fekete-fehéren kinyomott részkarcot utólag színezik, ez is egy megszokott dolog a műkereskedelemben, itt azonban másról van szó. Itt tulajdonképpen azzal, hogy Péter eredetileg a magát a lapot színezi, tehát a duccot színezi, ezáltal igazán két egyforma nyomat tulajdonképpen nem is keletkezik, még ha az nagy sorozatban is van lehúzva, és hogy hányféle színezési megoldás lehetséges, az külön érzékletes, mert én valahogy nem véletlenül van zöldbe paszpartúrázva az erdélyi sorozat, a zöldnek rendkívül erőteljes karaktere van a színezés során is. Ezen túl pedig látjuk még részkarcait kisebb és nagyobb méretben, nagyon, nagyon karakteres, szép a Móri lapja, és minden lap mögött ez a groteszk és drámai, könnyed és súlyos jelenség, emberi viszonyulás egyaránt megjelenik, ami nagyon izgalmasan teszi az ő munkásságát. Azt gondolom tehát, hogy az ő esetében nagyon is találkozik a művész személyisége és a művészete maga. Ez a fajta játékosság a világnak a színe és formájáról való egyaránt megközelítés. Ez nagyon lényeges, hogy a művész ne kerüljön bele egy olyan közhelyek, patentek világába, amikor rájön arra, hogy valamit ő tud, és akkor évtizedekig tulajdonképpen abból él. Elég sok ilyen művész pályát tapasztalunk, érzékelünk magunk körül. Péternél azt látjuk, ha ugyan nem is keletkeznek folyamatosan állandóan új részkarcai, mégis ha ezeket összevetjük, akkor egy folyamatosan mozgó, fejlődő, különleges, mély művészedési munkájával szembesíthetjük. Kedves barátaim, én nagyon örömmel gratulálok művész úrnak, és nagy szeretettel.